Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Én dr. Halla Gabriella vagyok. 5 éve dolgozom a doktorvallom esztétikai fogászaton, és ez idő alatt volt alkalmam megismerkedni a szálerősítés előnyeivel. Ezt szeretném nektek is megmutatni, hogy milyen felhasználási területei vannak, illetve talán egy picikét szeretném meghozni a kedveteket ahhoz, hogy ti is bátran használjátok ezt az anyagot, illetve technológiát. Jó, és akkor kezdődik a diavetítés. Tehát a szálerősítés egy nagyon sokrétűen alkalmazható technológia. Fogászatban leginkább a fogak pótlására vagy stabilizálására használhatjuk. Nagyon sok olyan eset van, hogy már eleve hiányoznak a fogak, és akkor ezt kell pótolni kompozittal, vagy a meglévő fogakat visszaerősítjük, vagy pedig stabilizáljuk, hogy a jövőben is a páciens bátran használhassa rágás közben az egyébként kimozgósodott fogait. A fogak elvesztésének okai nagyon gyakran ugye parodontológiai okok, volított és visszasínezett fog és az íny között. Tehát így meghatározzuk a hosszát, levágom, eközben a páciens kinnül a váróban, tehát ő már úgymond ilyenkor túl van a nehezén. A fogat meg kell trepanálni, és átjárhatóvá kell tenni kézi gyökérkezelő tűvel. Hogyha eltávolítottuk a pulpát, akkor feltöltjük flow kompozittal, és egy picit láthatjátok, hogy az apex felüli részén is flow kompozittal simává és gömbölyűvé tettem ezt a felszínt, hogy utána az íny is azért jól érezze magát körülötte. Fogat nagyon alaposan megtisztítjuk, és akkor ez a kétlépéses technika, tehát itt azonnal a foghúzás után ott az a kis szalag, az a teflon szalag, amit behelyeztem azért, hogy az alginát ne folyjon be az extrakciós sebbe. Veszünk egy alginát lenyomatot, kiöntjük ezzel a gyors kötésű snappet, és picit frézerrel visszaveszem a gipszet, egészen addig, amíg be nem tudom pozícionálni megfelelően ezt a kihúzott fogat. Ez nagyban megkönnyíti a helyzetet, mert hogyha mondjuk azonnal is akarjuk visszasínezni, akkor is nehéz lehet, hogy vér van, hogy nyál van, és úgy megtalálni a megfelelő pozíciót, és utána azt ugye egy helyben kéne megtartani, amíg legalább hozzá nem erősítjük egy pici kompozit pöttyel a szomszédos fogakhoz. Tehát én jobban szeretem ezt a módszert. Itt visszapozícionáljuk a megfelelő helyre, és akkor készítünk Luxabeltból egy ilyen kis átviteli kulcsot, aminek a segítségével szépen szájba is ugyanígy vissza fogjuk tudni illeszteni ezt a fogat. Arra ez egy praktikus jó tanács, arra fölhívnám a figyelmet, hogy